először is érdekel engem bármi, amit azon a nyelven írtak. Ha van ilyen, ami érdekel, és netán nem tudom a fordításban elolvasni, és rávetem magam, és kihüvelyezek az első nap 1, 2, 3, 5 sort, kiszedem külön a szavakat, megpróbálom összerakni, nem megy, zárójel. Arany János, aki 6 nyelven tudott jól, azt írja, hogy szótárt is olvas, és nyelvtant külön. Mert nem volt egyszerre mind a kettő. Tehát olyan helyen volt, ahol volt egy szótár, akkor a szótárt olvasta A-tól Z-ig, ami egy őrületnek tűnik, aztán szövegeket, aztán volt, hogy ott volt a szótár és a szöveg, és aztán, hogy a szöveg nem nagyon állt össze, akkor sikerült megnézni egy nyelvtanba. Érdekel-e a dolog, ez megkerülhetetlen. Ha engem bármi érdekel, és ennek első nap 1, 2, 3, 4, 5 sorig utána megyek, és nem értem, és a második nap újra, és minden nap csinálom, és minden nap rádobok egy bizonyos időt, stb. Stb. Ez előbb-utóbb, és sokkal gyorsabban, mint gondoltam volna, meghökkentő eredményre vezet, persze csak az olvasásban. Az, hogy beszélni is tudjak, hát az minimum magnót kell hallgatnom, és minimum egy idő után azért be kell, hogy dobjanak egy idegen nyelvi közegbe, ahol halálfélelem fog el. Egyrészt az volt ezt az élményem feltétlenül, hogy egy vakkot nem értek, másrészt, hogy nem tudok megnyikkanni. De ha megfelelő modern nyelvkönyvekből netán direkt módon tanultam, azaz úgy, hogy nem fordították le nekem a szöveget, hanem mutogatták. Tehát úgy tanultam, mint az anyanyelvemet, hogy addig-addig figyeltem, hogy mi a francot akarhat, amíg rá nem jöttem. Ez egy zseniális módja a nyelvtanulásnak. Nagyon sok kisgyerek tanul idegen nyelvű tévén keresztül így. Van egy nagyszerű matematikus, aki Bécsben él, magyar, és a neve most nem jut eszembe, de mintha valami Lánci vagy ez hasonlónak hívnák, akinek hallottam egy hosszú interjúját a rádióban, hogy azt mondták a szüleinek, hogy hát sajnos ez a gyerek nyelvet soha nem fog megtanulni, valahogy nyomják át a gimnáziumon. Na most 7 nyelven beszél most, és előad, és könyvet ír. Egyedül tanulta meg ezeket a nyelveket, mindig úgy, hogy érdekelte valami a nyelven, hogy mozit nézett a nyelven, felirat és szinkron nélkül. És bement, egyszerűen bement, mert kellett. Jó, szóval a direkt módszer. Továbbá, hogy nem szabad nyelvtannal megbénítani a kezdő hallgatót. Ott az a lényeg, és ezt minden modern nyelvtanítás tudja, hogy szituációban legyen, és kézzel, lábbal rosszul, de mondja. És én pedig értsem meg, hogy mit akar. Tehát ezek segítik hozzá, és hogy igenis nem baj, ha valaki nem korrektül beszél, a lényeg az, hogy beszéljen. Az emberek más és más módon tanulnak, a tanulás legrosszabb form, elképzelhető legrosszabb formája az, hogy ülök a padban, 45-öd vagy 22-ed magammal, és előre figyelek, próbálok figyelni, ahol a tanár áll és magyaráz. Miután előzőleg szorongásos állapotba hozott engem, mert feleltetett. Tehát jövök a szorongásból, most egy kicsit megkényebbültem, most megyek be az unalomba. Ahol untatnak, onnan menekülj, mondta Mérei Ferenc, és ezért nagyon letolták akkor. Azt mondták neki, hogy de tanár úr, az élet nem kerti ünnepély, hát ezt hozzá kell szokni. Nem, nem kell, mondta ő. Mert ha unatkozol, akkor vagy rosszul mondják, rosszat mondanak, vagy te nem érettél meg a dologra. Egyik esetben se jó, hogy ott ülsz. Semmi értelme nincs. Azóta agyfiziológiai kutatásokból tudjuk,
hogy öröm nélkül nincs hatékony tanulás.